Egy egységes oktatási pályázati rendszer kialakítására törekszik a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági diáksegélyező egyesületekkel karöltve. Az MNT az általános iskolások, a felsőoktatási intézménybe járó diákok, valamint az idén első ízben kiírt elsős középiskolások támogatását bonyolítja le. Új kerékpárutak, szervízpont és interaktív táblákkal ellátott megálló kiépítése valósul meg Szabadka és Tompa együttműködésének köszönhetően. Az OptiBike határon átívelő projekt a két település közötti kerékpárutak fejlesztését tűzte ki célul a kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében a két ország között. Új járművekkel felszerelve várja a Vojput közvállalat a téli időszakot. Az illetékesek szerint felkészültek a csúszós és havas utakra, hiszen elegendő mennyiségű sóval, képzett szakemberekkel és megfelelő gépekkel rendelkeznek. Vajdaság szerte mintegy 500 kilométernyi út karbantartásáért felel a közvállalat, emelte ki Dusán Koszovics, a Vojput téli szolgálatának vezetője. Rodrigo nyerte a 2024-es aranylabdát, a Manchester City spanyol labdarúgója az elmúlt idényben megnyerte az angol bajnokságot, a nyáron pedig diadalra vezette a spanyol válogatottat az Európa-bajnokságon. A legjobb női játékos Aitana Bonmatí lett, aki a Barcelonával spanyol bajnokságot és bajnokok ligáját nyert, a 26 éves játékos sorozatban másodszor ért fel a csúcsra.